Az összes választókerületben indít jelöltet 2026-ban a Demokratikus Koalíció. Ezt Gyurcsány Ferenc jelentette be a párt megalakulásának 13. évfordulóján tartott rendezvényén. A pártelnök azt mondta, a DK az ellenzéki oldal egyetlen hiteles hangja, majd nevét nem kimondva, de félreérthetetlenül Magyar Péterre célozva, idézem, hülye gyereknek nevezte a Tisza pártelnökét. A Híradónknak nyilatkozó politikai szakértő szerint a DK vezetőjének erős mondatai arról árulkodnak, hogy a párt célja a megmaradt szavazók egyben tartása a táborban. Boldog születésnapot, Demokratikus Koalíció! Kezdjük ezzel! Megalakulásának 13. évfordulóját ünnepelte Gyurcsány Ferenc pártja. A Demokratikus Koalíciót 2011. október 22-én alapította meg az Angyalföldi Vasasportcsarnokban a volt kormányfő és több a Magyar Szocialista Pártból kilépett képviselő. A párt elnöki tisztségét azóta megszakítás nélkül Gyurcsány Ferenc tölti be, aki ünnepi beszédét egy rövid nemzetközi kitekintéssel kezdte. Kína, Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyáról, majd a miniszterelnök külpolitikáról. Bírálta. Ez a csávó, ez annak szurkol, hogy Európa gyengébb legyen és szétessen, ez a csávó annak szurkol, hogy Kína győzön ebben a küzdelemben, ez a csávó annak szurkol, hogy Oroszország győzön Ukrajnában. Ez a csávó valójában nem a mi ellenfelünk, ez a történelmi ellenségünk. A pártelnök úgy fogalmazott, az ellenzéki oldal egyetlen hiteles hangjának a Demokratikus Koalíciót tartja, majd félreérthetetlenül Magyar Péternek is üzent. Kimentünk a sztrájktörvény megcsonkítása ellen, a rabszolgatörvény ellen tüntetni. Kimentünk, kérlek, tudod mikor? Amikor te meg 5 milliót kaptál havonta tőlük. Hülye gyerek. Igen. Ne nevessétek, kire gondoltál? Én általában beszélek. A kormányfő ezt követően arról beszélt, hogy egy új DK fog jönni, és bejelentette, pártja mindenhol állít jelöltet a következő parlamenti választásokon. A Demokratikus Koalíció 2026 tavaszán mind a 106 választókerületben állít jelöltet. A pártelnök azzal zárta beszédét, hogy a DK kész arra, hogy másokkal együtt meséljen el egy közös történetet, de amíg nincs közös történet, addig a párt a saját maga történetét meséli. Gyurcsány Ferenc azt gondolja, hogy bármi áron el lehet érni 5%-ot, csak az a kérdés, hogy a DK túléli ezt a következő 2026-os választást. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a júniusi választás által átszabott ellenzéki politikai térben a DK-nak most az lehet a célja, hogy minden megmaradt szavazóját maga mellett tartsa. Nagyon nehéz, azt gondolom, bármilyen ellenzéki törekvésnek ma terepet, talajt találni, ezért is váltott ilyen nagyon durva, sokszor kiméletlen hangnemre szerintem Gyurcsány Ferenc, mert azt gondolja, hogy ezek talán átütik az érdeklődés küszöbét. Horn Gábor hozzátette, felméréseik szerint a szavazók majdnem harmada vallja magát baloldalinak, az EP választáson mégis a voksok alig több mint 8%-át szerezték meg baloldali pártok.